gázfejlődéssel járó kémiai folyamatok. Ebben a kísérletben cinket fogunk önteni egy tölcsérnek a segítségével ebbe az oldalcsöves kémcsőbe. Majd a cinkre sósavat csepegtetünk. Ezután gyorsan bedugjuk egy gumidugóval a kémcsövünket. A fejlődő gázt szappanoldatba vezetjük. A kémcsőben a cink és a sósav reakciójának hatására hidrogéngáz keletkezik. A hidrogéngázt belevezetjük a szappanoldatba, láthatjuk, hogy buborékok képződnek. Most meggyújtunk egy gyújtópálcát, és oda tartjuk a buborékokhoz. Figyeljük meg, hogy mi történik az égő gyújtópálcával. De akár meg is ismételhetjük, hogy jobban lássuk. Láthatjuk közben, hogy a hidrogéngáz az folyamatosan termelődik.